Szóval mellett van egy ilyen kis falu, ahol csak galériák vannak, zöld nevű beruházásként. Különböző biennálék jelennek meg évről évre. A legfontosabb, amiről ugye mi még itt nyugaton is hallottunk, az a Csvánzsú és a Buzán biennálé. De emellett van egy olyan biennálé, ami a világon egyedülálló, aminek a természet és művészet viszonyát hivatott vizsgálni, és két évente rendez meg egy nemzetközi keresztmetszet. Rendezi meg egy keresztmetszet, tehát egy szóval azt mondhatnám, hogy a irigylésre méltó, ahogy a Pezseg a kortárs művészeti élet korjában. Ez nagyban, ugye most ebben a recesszióban nyugaton élünk, ez felerősödik ez az irigység érzés, de hát reméljük, hogy ez elmúlik. Egyben ez a kiélezett helyzet, vagy az érdekes helyzet, arra azt generál egyfajta együttműködést vissza, nagyon szívesen mennek nyugatra most keletre. És ugye ez a kiállítás is annak példára, hogy van élő együttműködés. Néhány szót még szeretnék mondani a magyar kortárs művészet és a koreai kortárs művészetről. Amint említettem, jó magam már kétszer voltam hivatalos a Gongju Biennálé-ra, és az ott szerzett kapcsolatok révén sikerült eddig már 2007-ben egy kortárs magyar művészetet kivinni Dengzhongba. Később a 35 év alatti grafikusoknak szerveztünk magyar kiállítást. Ennek párja megvalósult Budapesten, tehát mind a két kiállításnak volt párja is Budapesten, a Rádió utcai kiállítóhelyeken. És erre a biennálére most a tavalyi évben négy magyar meghívottja volt, sőt, hallgatóink asszisztenseként működtek közben a biennálé időszakában, tehát ez is jelzi egyfajta kapcsolatnak a kiépülését. Nem beszélve a koreai kulturális központról, ami a jövőben gondolom még újabb kapcsolatokat generál. Köszönöm szépen!